Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Naphíre YouTube csatornájának kedves nézőit. én Gavra Gábor vagyok, a Naphíre.hu főszerkesztője, ez pedig a Jog vagy Igazság, kérdezzen dr. Magyar Györgytől. Nagyon élesedik a kampány, az utolsó hetekben vagyunk, és a zömmel erről fogunk beszélni. Mit szólt, amikor meglátta Gyurcsány Ferenc Magyar Péterhez írt rövid, de annál lényegre törőbb nyílt levelét? Nem szóltam semmit. A kampány részének tekintem, és az a meglátásom, hogy a DK kivárt egy kicsit, hogy hogyan és miként alakul ez az úgynevezett Magyar Péter Hype, és miután érezhetően a fiatalembernek van vonzásképessége és vannak követői, meg kellett valamilyen formában ezt. Értékelnie a DK-nak, hogy ezt a formát választotta, és hogy ez produktív vagy kontraproduktív, vagy nagyon nehezen tudok válaszolni, az nem hiba, hogy megszólal, az nem hiba, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy itt van valami olyan történés, és van egy olyan feltételezés, hogy a fiatalembernek a megjelenése az zavart keltő, és érezhető, nem azt mondom, hogy féltékenység, de érezhető egy olyan magatartásforma a DK részér, hogy mi 10 évet csináljuk ezt, eredménye kevés, és most jön valaki úgy mond hirtelen, és nagyobb produkciókat produk. Hát vagy ha tetszik, akkor jön valaki a Fideszből. Ugye itt konkrétan ez, hát nem hangzott el, ezt írta le Gyurcsány Ferenc. Szó én egy jogászember vagyok, és azt mondom, hogy általában az ügyek nem fekete-fehérek. Általában összetevő adódik össze, és az eredmény nagy valószínűséggel a szaldó sok irányból érkezik. Ez is lehet egy elem, hogy ő Fidesz érkezésű, ezt tudjuk, hogy onnan érkezik, de ha mellé teszem azt, hogy lehet valaki sértett Fideszes, lehet valaki, ambiciózus. Lehet, hogy a kezdet-kezdetén ő sem gondolta, hogy ekkora húzása lesz a megszólalásának, amikor még az ügyészségi akció volt, és amikor még kezdődött ez az egész kegyelmi eljárás, menjünk vissza az elejére, nem lehetett kiszámítani, és tartott tőle, hogy ő sem volt teljes mértékben tudatosan előkészített. A mérkőzés alatt jönnek meg az esély lehetőségek, és látta ezt az érdeklődést, és nagyon fontos tudni, hogy ő bement egy politikai vákumba. Ezt nagyon jól megérezte. Megvan az egyéni ambíciója, megvan a saját felkészültsége, hábitusa, amit tud most értékeltetni. Hogy aztán ki hogy értékeli, ez egy másik kérdés. Mi a barátaimmal, ha néha ilyesmiről beszélgetünk, akkor én azt javasoltam, hogy adjunk neki egy még keresztnevet bántás nélkül. Magyar Remény Péter. Tehát a remény megítélésem szerint az, ami az ő vonatkozásában most bizonytalan szavazókat, korábbi ellenzéki szavazókat és minimális Fidesz szavazókat is maga mögé állított. Ez az új jelenség, ami megítélésem szerint megszólalásra késztette a dk -t. Az egyik ilyen lövés, hogy így mondjam, az inkább a Fideszre vonatkoztatható ami a köztársasági elnökkel kapcsolatos új felvelemény, gondolom majd beszélünk erről. A másik pedig Magyar Péter megszólalása, megjelenése, aki nem is egy kavicsot, hanem egy szikladarabot dobott be a magyar közélet álló tavába, és ez bizony felkavarta. Azt az állóvizet, hullámokat vetett, hogy ezek a hullámok aztán merre, hova mennek, nem tudom, de hogy meg kellett szólalni a legnagyobb ellenzéki vezetőnek, ez biztos hogy a stílus megfelelő -e, hogy ez elővisz vagy hátravisz, szavazót hoz vagy taszít, ezt nagyon nehéz megítélni. teszek kérem, a másik műsorban érdeklődni az ellenzőknél, hogy ez hogyan kell. Érdeklődtem én a másik műsorban az ellenzőknél, sőt, a, ugye Múlt héten a Harcosok Klubja című műsorunknak volt a vendége Dobrev Klára, uh -huh. vele is beszéltünk viszonylag sokat Magyar Péterről, meg tegnap Torockai László volt ugyanannak a műsornak a vendége. És én azt látom különbségnek egyébként a, mondjuk az, hogy a Fidesz részben a mi hazánk, és részben pedig a DK, a másik oldalról pedig a DK között, hogy minthogyha az előbbi kettő a magyar Péternek a feltűnésekor megkezdte volna a szavazó táborának a lehatárolását, elszigetelését kerekezés a magyar dk És a DK viszont, fe, ne, legalábbis számomra feltűnően sokáig várt, és ahhoz képest viszont nagyon hevesek ezek a mostani reakciók. Hát mérkőzés vége van? Hát mindjárt lefújják a meccset. Most kell előállni, most kell még a választók figyelmét magunkra húzni. De ez nem. Nem, 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 akarok egyáltalán bántó lenni, de hogy ez nem, nem, nem tűnik pánikreakciónak? Hát, még egyszer mondom, nincs fekete-fehér konstrukció, lehet ennek is jelentősége, érezhető a közvélemi kutatásokból, vagy a jó politikus már a bőrén érzi, hogy mi van a külvilágban, milyen az ő társadalmi beágyazottsága, milyen az ő társadalmi elfogadottsága, és ez éppen fönt van, vagy éppen lent van, vagy ezek az amplitúdók kiszámíthatatlanak. Lehet, hogy az ő érzékük, az ő mérésük, az ő belső megjelenítési formájuk, az diktálta, hogy most meg kell szólan, és a hang nem legyen kemény, és a hang nem legyen egyértelmű. Mert emlékezünk vissza, egy-két héttel ezelőtt a Momentum is jelzést adott, a kezdet-kezdetén azt mondta Donát Anna, hogy nagyon veszélyes az, ami itt most történik. Majd utána egy másik megszólásában azt mondta, hogy most még ellenérdekeltek vagyunk, de nem zárom ki az, hogy ügyek és érdekek mellét majd együttműködjünk. Nagyon nehéz a helyzetet értékelni, és nagyon nehéz a helyzetet megítélésem szerint jól kivitelezni. Úgy a Fidesz oldalról, mint az ellenzéki oldalról, és mint Magyar Péter oldaláról. Mert ő neki, ez a fellendülése, ez a figyelem felhívása pont abból eredeztethető, és abból táplálkozik, hogy az ellenzéki szavazók az elmúlt valány évben nem voltak megelégedve az ellenzék tevékenységével. Várták, várták, meghiúsult várakozás, hogy akár 22-ben megszűnik ez a kétharmados többség, legalább egy kiegyenlített parlamenti eredmény születik, és csalódniuk kellett. És akkor bíztak másokban, most pedig bíznak ebben a fiatalemberben, hogy végre jött valaki, aki majd ezt a feladatot el fogja látni. Nem látjuk, hogy ez a fiatalember perspektívikusan hova tart, de azt helyesen teszi, meglátásom szerint, ha most nem köti ki a hajóját egyik kikötőhöz se. Tehát határozottan szembe megy bizonyos szempontból a Fidesz gondolkodásával, persze tesz különbségtételt, és határozottan szembe megy, a DK és a ellenzéki oldal megnyilvánulásaival, mert nem akar sem összegyúcsányosodni, sem összeorbánosodni, szeretne praktikusan egy ilyen tiszta harmadik oldalt mutatni, de azt külön meg kell kérdezni, hogy van-e értelme annak, hogy őt most bárhova is besorakoztassuk, vagy besoroljuk, és osztályok különbségektől függetlenül szimpatia ide, szimpatia oda valóban elhelyezzük. Ő mondja, hogy harmadik utas szeretne lenni, és a programjában is megjelennek innen-onnan elemek, nevezzük inkább pozitív populizmusnak azt, amit ő csinál. Én külső öreg emberként azt látom, hogy kevés benne a rutin, sok benne az adhok megszólalás, és a fiatal ember személyiségében van egy adag figyelemfelhívó szándék, az, ex az exhibicionizmusnak vannak határai, mi is, akik szerepelünk a médiában bizonyos szempontból exhibicionisták vagyunk, de aki ezt a közéletben produkálja, a közjavára mondja, de közben egyéb belső sértettségi vagy féltékenységi egyéb motivációi vannak, az átüt. Mert a néző, aki figyel és lát, vagy akar látni és akar figyelni, ezen túl tud terjeszkedni. De a tömeg, a plebs, akik változást szeretnének, és akik arra gondolnak, hogy most eljött az idő, mert ez a köztársasági elnöki balhé, meg a, miniszt, a igazsági miniszter lemondása, meg a egyik főpapnak a távozása meghozta azt, hogy most valami változás lesz, és adnak bizalmat ennek a fiatalembernek. Hogy megérdemli ezt a bizalmat, vagy nem érdemli, meg ezt én nem tudom megmondani. Röviden befejezve, hogy nem akarom elhúzni a műsorit teljesen ezzel a monológgal, azt mondanám, nagyon nagy szükség volt Magyar Péter megjelenésére, de föltétjük azt a kérdést, hogy Pont ő rá van szükség. Hát erre a kérdésre most június 9-én egyébként kapunk választ? Nem kapunk. Mire Kedves, kapunk választ? Kedves, mit Műsor, erre, erre nem -én. kapunk választ, mert itt a szavazásnak nagy része érzelmi alapon zajlik, és a várakozás, a remény sok embernek a szavazatát odaviszi. Aki végig gondolja és ezeket a gondolatokat, amiket most itt megpróbáltunk mi is fölvetni, magáévá teszi, az nem biztos, hogy oda szavaz. De oda szavaz az, aki nem megy a mélyére, és azt mondja, hogy itt van végre valaki, aki hoz nekünk egy változást. Leveszi a Fideszből ezt az autokratikus megfogalmazást, ezt az oligarikus feudalista társadalmi rendszer felépítését. Elegünk volt az úrhassámról, elegünk van a jogállam lebontásából, elegünk van, hogy nem megy nekünk jól a dolgunk, meg kínai befolyás, meg a rossz befolyás, mondhatunk bármit, és mondja, hogy az ellenzék, úgy nevezi most, hogy ó-ellenzék, ugye, nem volt kellőképpen hatékony. De ez nem mondható el minden pártra. És ha van még egy nagy félértés, ami gyorsan tisztázunk, kérdés nélkül szabad. Bármit. Kérdés persze. nélkül. Sokan mondják azt, hogy mindenki, aki akar, lépjen politikai színpadra, aki tud magának tud hozni társadalmi elfogadottságot az indulnál a választásokon, az önkormányzati választás teljesen jó erre a célra, ki kell magát próbálni, a stb. stb. Igen ám, de a választógi törvény el lehetetleníti azt, hogy mindenki saját maga akaratát érvényesítse, nézd meg a budapesti kerületeket, vagy nézzél meg vidéki városokat, túl sok, hogy ilyen értelemben mondjam, a jelölt, ami el lehetetleníti az esetleges Fidesz elleni győzelmet. Mert a választógi törvényből fakadon csak egy ellenzéki képviselők. Akkor viszont most, most itt közbevágok, mert, mert szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos nem nem, 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 nem. Szerintem pont, pont, hogy egy nagyon fontos dolgot kezdett el az ügyvéd úr. Szóval, nekem az a, a, az ellenvetésem, hogy persze az önkormányzati választásra igaz, amit mond, de az LP választásra nem. Tehát az LP választás pontosan alkalmas lehet arra, hogy egy ilyen nagy országos, mondjuk azt, hogy előválasztást, vagy egy válogatót. Vagy egy e, nagy Így van, igen. így van, így van. Rendezzenek a, a, mondjuk azt, hogy az ellenzéki pártok között. Az nyilván nem kétséges, hogy a, 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 az EP választáson a legnagyobb párt a Fidesz lesz, ezt nagyon meglepődnénk, hogyha ez nem így lenne, nyilvánvalóan így lesz. Viszont az, hogy az önkormányzati nem sikerült a megvalósultnál jóval nagyobb méretekben, vagy tárgyalásokon, vagy előválasztáson, akár a, a civil választási bizottság közreműködésével tisztázni, hogy ki indul és ki nem. Ez hol csúszott el? Ez megint sokrétű. Megint sokrétű, és van egy gigantikus ötlete, és egy ragyogó jogszabályváltoztatása a Fidesznek, hogy a két választást összecsúsztatta. Uh -huh. Ilyen nincs sehol, szinte a világon nagyon kivételes, hogy két ilyen egy és egész más metodikájú választást egy napra tesznek, mert ez nem csak a választót zavarja meg. Tehát ez volt a döntő. Ez, nagyon ez volt a döntő. De Magyar Péter feltűnésével ennek is lehet egy olyan része, ami kontraproduktív, és a Fidesznek is fáj. Mert a Fidesz eddig úgy nézett ki, hogy zene szóval hozza az LP választást az ő 13 képviselőjének a lecsökkenésére senki nem számít. Tott. De könnyen lehet, hogy Magyar Péter ezzel a hype és ezzel a megszólalási világgal, meg a körbejárásával, meg a reménykeltésével elvesz egy-két mandátumot a Fidesztől. És elvisz egy-két mandátumot mondjuk a Momentumtól, vagy a DK-tól. Nagyon fájdalmas lenne, mert mi, akik én legalábbis kicsit liberális gondolkodásukként nem szeretem a Fideszt, és nem azért nem szeretem, mert Orbán Viktor tehetségtelen vagy szíjártó beszél össze-vissza, és nem száll le a levegőről, mindig repdes. Nem ez az érdekes. A jogállamot meglebontotta, és nekünk jogászoknak ez nagyon fáj. És ennek nem örülünk. A demokráciát is szeretnénk visszaépíteni. Vissza az eredeti kérdéshez. Úgy vélem, hogy az LP választásokon most valóban eltolódhatnak az arányok, és ez valóban a jövőre nézve mutat előre, perspektívát mutat a pártoknak, és most megint visszacsengek az önkormányzatira, az nagyon fontos minden jelölt jelöltnek, és minden jelölő szervezetnek, hogy megmutassa magát ott is. Pedig be kéne látni, hogy a primátus az, hogy egy jelölt álljon szembe a hatalom képviselőjével. Magyarország, bocsánat, Magyarország két ország. Egyiket úgy hívják, hogy főváros, egyik ország, a másik a vidékország egész más az összetétele szociológiailag is, és választói értelemben is. A fővárosban figyelnek az emberek a részletekre. Így zajlik úgymond. A napi élet, más a média hatása, más az emberek kommunikációja, más szubkultúrák alakulnak ki, más a szociológiai összetétele a városnak, mint a vidéknek. Vidéken érvényesül a régi feudorista társadalmi rendszer, jönnek az ispánok, stb. stb. Nem lehetszerűsítés ez. De. Asz. De így mesélem, hogy értető legyen. Le van egyszerűsítve. Ez se fekete-fehér. A vidéki ember is teljesen normális, a vidéki ember is szeretne okosan dönteni, csak elzárják esetleg az információktól, vagy előtérbe jön az egzisztenciális lojalitás. Vagy az egzisztenciális lojalitás, vagy, és azért ezt se felejtsük el, és ezért viszont, hogy mondjam, nem feltétlenül, vagy nem elsősorban a magyar kormánya felelős, hanem egyszerűen egy olyan világban élünk, most a világ alatt ténylegesen globális trendeket meg változásokat értek, hogy négy éve folyamatos válsághelyzetben vagyunk. Nyilván itthon is, de ez nem független a, a, a COVID-tól, a COVID után meglóduló inflációtól, a, az Háborús. orosz háborútól, aztán a közelkeleti háborútól, az ennek következtében még a olajáraktól, stb. 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 És lehet egyébként egy olyan hatása ennek, ami nagyon érdekes, mert mert látszólag az ellenkezője, mint amit megszoktunk a társadalomtól, hogyha van egy válság, láss 2008-as válság, vagy a rendszerváltás követő gazdasági válság, Ugye ott megbüntették a mindenkori kormányokat, ugye az Antal kormány, meg a Gyurcsány kormány erről tudna mesélni. Viszont most, most, meg, most meg, lehet, hogy, hogy, hogy a, a, kormányzó képességet látják a, a, a Fideszben, lehet, hogy nem elégedettek a kormányzásról, de mégiscsak az, hogy tudják, hogy ez a kormány, ez a miniszterelnök, ez a jelölt, és akkor itt kapcsolódnék vissza oda, mint az ügyvéd úr mondott, hogy mégiscsak a kormánypárt képes eldönteni, hogy ki a jelöltje egy-egy kerületben, egy -egy, vagy egy-egy faluban, vagy egy-egy városban. Tehát lehet, hogy mégiscsak, a, szóval túl, lehet, hogy túlmutat az önkormányzati választáson ez a négy vagy ötféle ellenzék jelölt egy-egy településen, vagy egy-egy választókerületben, mert sugároz valami olyasmit, hogy hát mi nem vagyunk kormányzóképesek. Hát ez is felfogás kérdés. Szabad vitatkoznunk? Hogyne. Azért vagyunk itt. Azt tetszett mondani fentebb, hogy a válságok oka, stb. stb. Méghozzá rapid válságok, ezek sűrűn jöttek. Nem olyan egyértelmű, mint a 2008-as. De itt azért közben játszik két dolog. Hogy mondjam, bátran is szabadon ebbe a tévébe szabad. Így van. A Fidesz hatalom elkényelmesedett. Orosz viccet imi idézve, Elszemténenedett. Magatartás kultúrája durva lett. Arcátlanságokat hajt végre. Bel- és külpötő értelemben egyaránt. És ez igenis kihat arra, hogy Magyarországot sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban, de a tagállamok állampolgárai relációjában sem értékelik magasra. Mondhatom, csúnyában is leértékelték. Ez a devalválódás megítélésem szerint a Fideszre is visszahat, pedig ő okozza ezt az értékvesztést. Az ő arcátlan agresszív magatartása, különösen amit tanúsít az Európa Tanácsban vagy az Európai Bizottsági Előtti Megjelenésekben, láthatjuk, soha Gábor nem fordult meg a elő, én jogászember vagyok, nem tudok arról, hogy az Európai Parlament bepereli az Európai Bizottságot azért, mert Magyarországnak elhiszi a mérföldkövekkel kapcsolatos reformváltoztatások valóságtartalmát, és részpénzt kiutalt. Kiutalt egy részpénzt, ugye? Nem egyezik az álláspontja az állampolgároknak Dániában, Hollandiában és, és Svédországban. Úgy gondolják, hogy az ő pénzüket ne vigyel senki, amiket ők adóformában befizetnek, és Magyarországot ma már úgy tekintik, mint azt a szomszédot, mondjuk egy példát, megint egy másik példát, hogy mondja, hogy te mondjuk laksz egy társasházban, vagy laksz egy kertesházban, ott van a szomszédod, aki minden nap valamilyen kellemetlenséggel lep meg téged, hol az autó beállódat állja el, hol elít füstöl, hol mit tudom én, mit tesz a kertedben, állandóan froszlisz téged, majd azt mondja, hogy reggel átmegy, becsönget, szomszéd, én most rászorulok, segíts már meg, nincs ilyen. Ilyen magatartást nem lehet tanúsítani. Az Európai Unió tagállamai már úgy látom, és a bizottság tagok is úgy látják, hogy Magyarország túllőtt a célon. Ez az orosz-kínai befolyás magatartás hozott létre, az, hogy egy párt kikerült a néppártból, és utána eljátsza azt a szerepet, hogy én magamtól is kijöttem volna, mint az egyszerű viccbe, ugye, amikor kidobják a részeget a kocsmáról, és fekszik a földön a sárba, hogy már úgyis menni készültem, nem megy. Ezt ma már az Európai Unió átlátja. Tehát visszatérve a te felvetésedre, és azért mondom, hogy vitatkozom, nem csak a válságok okozzák ezt a helyzetet, Magyarország leértekelődése a magyar kormány magatartására igen nagy mértékben visszavezethető. Ebben, eb, eb, tehát ezt másról beszélünk, de szerintem viszont kifejezően jó, hogy, hogyha vita is van ebben a műsorban. Én igazából arra Utaltam, hogy egy, akkor mondjuk azt, hogy akár bel, akár kül folyamatokra visszavezethető válság, az vezethet oda, és ebben az esetben lehet, hogy oda is vezet, hogy hogy az egzisztenciálisan kiszolgáltatott emberek, de most nem az ügyvédurától feudális kiszolgáltatottság, hanem egyszerűen szorongó emberek, akár fővárosban, akár vidéken, akár nagyobb, akár kisebb terepülésen. Megkérdésük veszélyeztetőségű. Így van. Keresik a erőt. Keresik a a, a biztonságot. Biztonságot. biztonságot, biztonságot. Így van. Így ez van. nincs meg. Keresi a biztonságot, és a törzszavazó, beszéltünk mi már erről ebben a műsorban, megtalálja. Azt mondja, hogy Orbán Viktor gondolkodásmódja a magyar néplélettel azonosult, a, tyár, a gondolkodás formációja engem megvéd, rábízom magamat, és oda szavazok. Aki bújt, aki nem. Ez jó két millió választó. És ez elég egy választás eldöntéséhez. Min múlik az, hogy egy 2019-es relatív önkormányzati siker után, ellenzéki siker után. Nagyvárosok főváros. Így van. Nem a vidék, van Az így teljesen narancssárga. Így van. Erre még visszatérünk. Igen. De mégiscsak a látványosabb helyeken. Tehát van, volt egy látványpékség, ahol mm. sikert ért el az ellenzék, mm. és az alatti szinten, vagy a mögötti szinten viszont nem. De mégiscsak valamilyen eredményt elért az ellenzék akkor. Utána rendeztek 21-ben egy előválasztást, amin, amikor azt más se hallottunk, mint hogy na, itt a megoldás, ez a megoldás, erre kell menni, 19 együttműködés, 21 előválasztás. És 23-24-ben, minthogyha mind a kettőt elfelejtette volna mindenki. Igen. Igen. Ez, mi, ez miért történhetett? Azért kérdezem, mert ugye az ügyvéd úr viszonylag közelről rálátott erre, de mégsem párt elkötelezettség. Pontos. Tanulási folyamat ez, Gábor lassan tanuljunk. De lassan. Nem, 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 olyan, mint hogyha egyre, hogy vagy a alacsonyabb osztályokba kerülnének a szereplők? Na itt van megint Magyar Péter megjelenésének a magatartás oka, hogy ezek a kvázi sikertelenségek, ezek a meghiúsult várakozások újra reményt keltettek a választókban, és különösen, aki nem jár el választani, vagy azt mondja, hogy ön nincs értelme, vagy nem tudok az ellenzéki pártok között választani, én nem tudom, hogy a Momentum, vagy a DK, vagy a Szoci a legjobb megoldás, de hogy külön-külön semmire sem megyek velük, ezt érzem. És én már régóta papolom, hát elég öreg vagyok ehhez. Hogy, hogy válogatott csapatot kell kiállítani. Úgy hívják ezt, hogy választási párt. És abba szekcióként jöhet be a DK-tól kezdve a jobbikon át, aki itt akar szerepet vállalni. És akkor összeállítani egy válogatott csapatot. Abban a válogatott csapatban, egy választási pártban helye van. Ennek az ideológiának, az ideológának, de másodlagos. Elsődleges az, hogy az értékek mutatkozzanak meg, és ez van a momentumban, van a DK-ban, és van a mindegyikben, és a legjobb játékosok alkossák e vonatkozásban a választási párt pilléreit. És az a választási párt amiről én beszélek, az induljon el a választásokon, és az meg tudja ezt a hegemon ö, ö, hatalmat rengetni. Magyar Péter bement ebbe a sávba. Tehát ő azt mondja, hogy az öreg ellenzék úgymond feltagolt, fragmentált, nem tud egységet felmutatni, a Fidesz is kvázi megöregedett, öncélú lett, és saját magára hajtja a hasznot, nem az állampolgárok érdekében, ő pedig kvázi populistaként elmondja, hogy én igenis azt szeretném, hogyha jobb sorsa lenne a pedagógusnak, az orvosoknak, az egészségügynek, bemegyek az Európai Ügyészségbe, és elmondja mindazt, amit a választó hallani szeret. Hogy van-e mögötte tartalom? És nem keverje össze az LP választást. A 26-os országgyűlési választással ebben már nem vagyok annyira biztos. Amikor ő földépet, és ezt mondtam az előbb is, még maga se tudta, hogy milyen politikai úton jár. Úgy szoktam én meg. Sőt, emlékezzünk vissza, azt se tudta, akar-e. Akar Vagy hát azt mondta, hogy nem, hogy nem akar. Akkor még úgy fejeztem ki magamat, de változik az én álláspontom is sűrűn. Nem jó, persze, legyünk konzekvensek. Ő se konzekvens, rossz hírem van. Péter sem konzekvens. Következetlen. A gondolkodás formája sokszor adhok jellegű. És az ő szerepe van benne nem azt mondom, hogy személyi kultusszerűen, de túl, szan, túl van, túl van, túl van hogy így mondja. Fel van tuningolva. Azt éreztem, és akkor azt mondtam, ő elindult egy úton, megy, és nem tudjuk az hova vezet. Ma se tudjuk, hogy hova vezet, de látjuk, hogy egy határkő lesz, egy sorompó lesz június 9-én. És ha ő ezzel a hype ezzel a megszólított társadalmi háttérrel Elér eredményt akár fővárosi közgyűlésben, akár európai parlamenti választásban, abban a pillanatban már le tud ülni arra a pozícióra, és ha ráül arra a pozícióra, akkor el kell kezdeni politizálni. Nem elég a néptribűn szerepét eljátszani, vagy egyesek szemében a messiás szerepét, mondják akik csúfolják őt, hogy messiás úr. Nem úr. Ő belement ebbe a szituációba, és ebbe a szituációba fürdik jól érzi magát, de nem tudhatjuk, hogy mik a valós szándékai és gondolatai. Én büntet jogászként azt tudom mondani, minden ilyen cselekvőségnél az indítékot tessék megtalálni. Mi vezetett oda, hogy ez az illető mégiscsak politikai pályára lépett? Miért beszél kormányváltásról? 24-ben. A 26-os választásokig mit akar elérni? A Tisza párttal? az alatt a Tisza párttal, amit eredetileg arra a célra hoztak létre, hogy legyen kamupárt, szedjen be egy kis választási dohányt, még pénzt is kapott rá, hogy zavarjon bele az ellenzékbe. Ezzel a párttal fog ő majd sikert elérni. Az állampolgárok ezt még nem látják. Idő kell ehhez. Erre voltam bátor azt mondani, tanulási folyamat. Nem csak a szereplők, a közönség részéről is. Akkor ő egy színi előadás, Gábor, hogyha a rendező, a színész, a dramaturg, az író, jó szándékkal megy a nézőközönség elé, és a nézőközönség pozitív folyam, fogadtatással viszi föl az eredményt, és mondja azt, hogy ez egy siker. Darab volt. Ezt még nem látom. Nincs meg nekem ez a szimbiózus. Mi kell ahhoz, hogy megenjen? Idő. Idő és a Magyar Péter reláció értelmezése. A Magyar Péter relációt relativizálták, és meg kell nézni, hogy ő hogy viszonyul a politika szereplőihez, és hogy viszonyulnak a politikai szereplők ő hozzá? Ezt voltál szíves az első kérdésedben föltenni, hogy jó-e az, hogy a gyurcsányék most ilyen stílusban szólaltak meg. Igazából az, az, az volt a kérdés, hogy, a, hogy az ügyvéd úr magához a megszólaláshoz mit szól. Mi szólt? Viszont, viszont ez egy elég fontos dologra világított rá itt az elmúlt percekben. Ez pedig az, hogy ki mennyire tudja vinni a saját kampányát. Tehát ki mennyire tud menni a saját útján. Mert azt látom, és akkor lehet, hogy nem fogunk benne egyetérteni, de azt látom, hogy a Fidesz megy a saját útján ebben a háború és béke kérdésében. Ki van kövezve az útja? Igen. Ki van kövezve, beszéljünk képes beszédbe, az ő útja ki van kövezve. Igen. Magyar Péter is megy a saját útján. Ami eh, nincs kikövezve, nézik. az egy földút. Földút, de, de járja. Ez egy ösvény, és nem látjuk a végét. És, és egyébként, ha már szóba került, mert hogy szóba hoztam, eh, ugye itt volt, a, itt volt a toroszkai László egy nappal korábban, mint a mi felvételünk, egyébként a mi felvételünk az május 29-én Szerdánban, és ők is viszik a, a maguk agendája szerint a, a kampányukat. Én azt látom, hogy a, a mintha a baloldali ellenzék nem tudná, hogy akkor most a Sulyog Tamásra lő, az Orbán Viktorra lő, a Magyar Péterre lő, vagy... vagy, vagy a éppen Mi Hazánkra, vagy bárki A az. Mi Hazánkra, a Kutyapártra, vagy... Vagy, vagy a... igen. igen. Az a kérdésem, hogy, hogy ezzel mennyire ért egyet, illetve, hogy, hogy ez probléma-e? A politika borzasztó összetett dolog. És miután választási időszakban vagyunk, és a végén járunk a kampánynak, szerintem abból a szempontból kell vizsgálni az eseményeket, hogy mi hat és miként a választóra. Mert itt a választón múlik az végeredmény. Na, hát akkor, akkor, akkor úgy kérdezem meg, hogy, 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 egy momentumos, vagy egy dékás választó, amikor azt látja, hogy Donát Anna vagy akár Gyurcsány Ferenc és magyar Péter veszekednek egymással, akkor azt mennyire értékeli, vagy hogy értékeli? Jók a viták! Borzasztó boldog vagyok, hogy végül is lesznek viták. Hogy milyen lesz a színvonala, azt ne kérdezd meg. Hogy hogyan lesz lebonyolítva az a közszolgálati beszélgetés, ne kérdezz meg, mert az egy kabaré. Itt hívom fel a kedves nézők figyelmét, hogy Itt nem csak az mtv ben hanem az ATV-n is lesz kettő vita is, szombaton 19 órakor az LP lista vezetők, vasárnap 20 óra 25 perckor pedig a fővárosi lista vezetők vitája lesz, az utóbbi Karácsony Gergely is részt fog venni. Reméljük a, a többiek is. Én magam is a blogonkon írtam erről, és azt mondtam, hogy vagy mindent, vagy semmit. Tehát amikor a köztévé még hozta ezt a kabarestikus terroristikus diktátumot, hogy hogyan és miként fogja lebonyolítani száz percben a 11 jelöltnek a meghallgatását, akkor azt mondtam, hogy vagy mindenki föláll, és senki nem megy oda, vagy mindenkinek oda kell menni. Olyan nincs, hogy mi ketten oda megyünk, meg tiltakozunk, meg bohockodunk az utcasarkon, nem. Komolyan kell venni ezt a meghívást, minden szerepet el kell vállalni. És aki nem fél, még egyszer mondom, a nyilvánosságtól és a választótól, az menjen oda, és Ész érvekkel győzze meg a választót! Ezek a viták más országokban is pozitív eredménnyel járnak. Nagyon sok mérték mérté mérté helyen látjuk, hogy befolyásolja az értékeléseket. Emlékezz vissza 2006-ra. Akkor volt utoljára TV vita Orbán és Gyurcsány között. Akkor Gyurcsány lemosta Orbánt. Orbán azóta nem áll ki ilyen versenyre. Ez most egy új szituáció. Az előválasztásnál tudtunk rendezni miniszterelnök jelölti vitát. Ugye, meg voltak egyéb ütközési felületek. Mi magunk is szerveztünk olyan pódiumbeszélgetéseket, ahol a helyi jelöltek ütköztek. Ez hasznos. A választót így jutjuk információhoz. És amikor azt mondtam neked fentebb, hogy más ország, a vidék is más ország a főváros, akkor erre gondoltam, hogy nem jut el teljes körű információs halmaz egyes településekre, mint ahogy az eljut a nagyvárosokba. És te azt mondtad, hogy siker volt, relatív kis volt a 2019-es választás. De nem sikerült a 3100 településen? E, igen, és ezzel kapcsolatban azért itt most is van egy érdekes jelenség, hogy van három párt, illetve pártszövetség, amelyiknek e, sikerült minden megyében e, megyei. Listákat állítania, ugye ezek a megyei városokat a, a levonva települések. Be, ez a Fidesz, a DK és a mi hazánk. Azért, hát hogy mondjam, ez is sokat elmond Üzem. arról, hogy mi várható, és hozzáteszem, hogy az is megeshet, hogy a megyei listákat tekintve ahol ugye full narancsárga volt az ország 2019-ben is, amikor ugye úgy emlékeznek vissza ma bizonyos ellenzéki politikusok és ellenzék, hogy az egy ellenzéki siker volt. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy teljesen egyetértek az ügyvéd a fővárosban és néhány nagyvárosban volt ellenzéki Szabad siker. városok szövetség. Igen. De az is elképzelhető, hogy a megyei listák többségében a mi hazánk lesz a második. Lehetség. Hiszen a, egyébként a Tisza párt, amely talán nem tudjuk, ugye semmit nem tudunk, de a hype alapján lehet, hogy akár kisebb településekkel is érhet el érdemi támogatottságot. Fogalmunk sincs. Erre nem volt idejük, Gábor. De nincsen. Az önkormányzati ninc... választás a Magyar Péter és háttere nem, 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 mindult fel. nem tudott felkészülni. Tud, igen. Nem tud se jelöltet találni, se politikát. Most, se most nem fog kiderülni, kell. hogy nekik van e támogatottság. De a fővárosban be lehet kerülni az EP-be be lehet kerülni ezzel a hype igen, 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 viszont ugye visszavonták a listáikat, pontosabban nem adták le az állítólag összeszedett aláírásokat. Nagy feladat azt összerakni. Nagyon nárt alak. Ahhoz kell egy szervezettség, és kell egy hálózat. És Magyar Péter jó szántika ellenére ez nincs meg. Túl rövid ez az idő. Ez, ezt én értem, persze. Nem, ezért nem tud produkálni. Na most még egy megjegyzés csak, amit mondtál a megyei jogi, meg a megyei közgyűlések hatásköre, illetékessége, jelentősége mélyen van. Főispánok uralkodnak, de hozzáteszem, hogy az ő jogkörük elég vékony. Az önkormányzatok jogköre is vékony. Elvették tőlük a döntési jogköröket. Nagyon fontos ügyekben, például építéshatóság ügyekben. Harcolunk a Balatonért, hogy hozzáférjenek az állampolgárok, és akkor az oligarchák meg a nagyok elviszik előlünk a Balatonpartot. Nem tudunk ellenem mit kezdeni, mert olyan a jogalkotás, ilyen. hogy kiemelt stratégiai beruházásnak nevezi, és minden törvényt lesöpör és viszi. Tehát ezekkel összefüggésben a helyi önkormányzatok is kivannak herélve. Ugyanúgy vannak herélve, mint ahogy a nagy független ellenőrző intézmények erről már beszéltünk másik műsorban, hogy Magyarországon sem az Alkotmánybíróság, sem a Nemzeti Bank, sem a GVH, sem az ASZ és az egyéb ilyen független intézmény le van uralva és miután le van uralva, az önkormányzat is elveszti az jelentőségét, kevés szerepet kapnak az önkormányzati képviselők, miáltal a helyi döntések, a lokál döntések tompábban jelennek meg. De mégis jelen kell lenni minden ellenzékének és mindenkinek az önkormányzatokban, mert az alapozza meg a 26-os választások előcsatáját. Az önkormányzati választás ebből a szempontból felező időben van, szerencsére jó időben van. Meg tudja mutatni, kik voltak sikeresek, kik voltak kevésbé sikeresek, és kire lehet támaszkodni majd 26-ban, mert hogyha az ellenzéki jelölő szervezetek jelen vannak a településeken, lehet rájuk számítani, jól produkálnak, ők a kis kormányok. Hát nézd meg a fővárost. Hát a fővárost ha lehetett vezetni, mert viszonylagos többsége volt Karácsony Gergelynek, és keresztül tudta vinni a Zöld meg az egyéb program elképzeléseit úgy, ahogy mert például a kerékpár utoknál nem biztos, hogy a legjobb megoldást találták. De nagyon fontos egy helyi lokál szervezet összeállítása és összetétele, erről is beszéltünk már, mert ha megnyerné mondjuk egy Fidesz beállítottságú polgármester, aki most független színekben jelenik meg, de lánykori néven Fideszes, és kap maga mögé egy ellenzéki vagy teljesen független képviselőtestületet, nem tud mit csinálni, egy szavazata van. És ugyanez fordítva, ha mondjuk a budapesti első keletben megmaradna a polgármesterasszony, de olyan közgyűlésen össze, amelyik ellehetetleníti az ő döntéshozatalát, mint amire már volt példa, elég volt egy embernek átállni, ugye? És innen kezdve Béna kocsává válik. Azt ö, beszéltük most, hogy ö, vannak fókuszproblémák az ellenzéki oldalon a kampány során is, hogy mivel foglalkozzanak. Most mondhatnám, hogy hova lőjenek, de természetesen ez kép. Ez kép nem kép kép Az a konkrét ügy, amiről mi múlt héten beszéltünk már, és körülbelül kettő percünk maradt, mm -hmm. de még fogunk tudni róla beszélni, ez a súlyok ügy. Én azt láttam pont most, amikor készültem erre a műsorra, hogy öt napja posztolt hogy Ferenc utoljára. Ugye ez az ő ügyük. Miért, miért engedik kell ezt? Nem amikor, látom el... amikor találtak valamit. Nem látom még elengedve, mert itt van egy folyamat, az alaptörvény, amit mi csak tákolmánynak nevezünk, nem Alkotmány, hanem tákolmány. Ez kérem szépen rendet teremt, és azt mondja, hogy ha ilyen megfosztási eljárás van, akkor az a parlamenti képviselők együttének kezdeményezésére indulhat el. Utána pedig ülést kell tartani a parlamenti bizottságnak azt követően a plenális ülésen a parlamenti képviselő kettő harmada az nagyon sok, kell, hogy döntsön akként, hogy elindítja-e ezt a megfosztási eljárást. Ha véletlenül úgy döntene, nincs rá esély. Ha véletlenül úgy döntene, hogy elindítja, akkor jön az alkotmánybíróság, annak az összetételét is ismerjük, és igen kicsi az esély annak, hogy ha oda kerülne az ügy, akkor a megfosztás mellett döntenek. Mert a jogszabály nem azt mondja, az alaptörvény nem azt mondja, hogy meg kell fosztani a tisztségétől, az ilyen magatartást tanúsító vagy méltatlan köztársaság elnököt megfoszthatja. Tehát én azt gondolom, hogy amikor Gyurcsány Ferencék úgy döntöttek, hogy ezt a vonatot elindítják, végig kell járni a stációkat, nem számoltak szerintem ők se avval, hogy ennek gyors hatékony sikere lesz, de tematizálni tudnak vele. Tudnak? Tudnak. Nem tudja elérni ugye azt a szintet, amit Magyar Péter el tud érni. Nem tudja elérni azt, amit annak idején elért a kegyelmi botrány de legalább elővezeti azt, hogy itt olyan köztársasági elnököt választott adhok módjára Orbán Viktor személyesen, akibe azt hitte, hogy megbízhat mert a lojalitás mindenek előtt, és erről az emberről kiderülnek furcsaságok, például az, hogy voltak náci felmenői, például az, hogy zsidó vagyonokat vagyon szerzett meg ingyen bérment, és ezt letagadta, mert senki nem felel az Mármint, hogy nem ő, hanem a felmenői közül. Magatartásával kapcsolatosan tagadta a, a a saját De törvények. nem ő szerzett meg, tehát csak hogy legyen egyértelmű, hanem a, hanem az édesapja. A, nyilat, igen. Igen, igen, igen. a nyilatkozatai okán igen. Ezt, ezt teljes mértékben elmosta. És amikor a történészek ezt ráolvasták, akkor sem kért elnézést, hanem azt mondott, hogy ma családi legendárium, rosszul tudtam. Hát nincs ilyen az iskolában, se, hogy tanárú kérem, én a könyvet olvastam matematika órán, Mert ez nem fog működni. És akkor most jön ez az új ügy hogy sebszerződéseket ügyvéd korában esetleg ő, Ez viszont már az ő ügye, és nem a valamelyik személyesen nem? a személyes ügye. Ügyvéd korában egy zsebszerződéseket vett részt, magyar földet állítólag idegeneknek játszott át, és ehhez segítséget nyújtott. Ez önmagában bűncselekmény lenne, ha nem évült volna el. De a büntetőgi felelősségen túlmenően az erkölcsi és a politikai felelősség követhető. És amikor a gyurcsányék azt mondják, hogy tessék kérem a megfosztási eljárásban, Elindulni? Akkor erre akarják felhívni a figyelmet, hogy ne legyen Magyarországnak olyan köztársasági elnöke, aki ilyen múlttal rendelkezik. Mert volt nekünk a közelmúltban két másik köztársasági elnökünk, és tudod mi a nagy különbség? Azok lemondtak. És úgy szűnt meg a mandátumuk. A jelenlegi köztársasági elnök úr nem mond le. Ezért vele szemben a megfosztási eljárás kezdeményezése az egyetlen jogi út, ami sajnos be van zárva. Hát sajnos, hogy nem sajnos, de minden esetre a parlament igen. összetétele, az alkotmánybíróság összetétele e, alapján, hát kevéssé valószínű, a hogy a jogi ebben, út, ebből igen, lesz, de, lesz valami. de gondolj bele, Gábor, hogy elmegy a köztársasági elnök mondjuk egy szoboravatásra. Tömegek vannak ott, és mindenki tapsol, és örül. Himnusz is játszanak, meg zászlók is lobognak. És egyszer csak valaki a bal bekiabál, hogy hazudós elnök úr, hogy tetszett ezt gondolni? El, Ki elér ez az ügy olyan szintet? Kiteszik ennek? Ki ennek. Igen? Előbb-utóbb? Én azt gondolom, hogy ezek a múltbéli cselekmények... Nekem, nekem, nekem az a furcsa az egész ügyben, vagy hát nem tudom, hogy furcsa, de minden esetre az, az annyiban más az ügy, mint a Schmidt ügy annak idején, vagy a Lobák ügy, hogy én nem látom a, 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 azt a, azt a nyomást a Ez a különbség. Nincs meg a társadalmi felzudulás, és ezzel van szoros összefüggés, hogy nem késő-e ezeknek az elővezetése, és mennyire megalapozottak. Az én ügyvidi kamarám is föllépett, ugye emlékezünk erre vissza, és azt mondta, hogy meggyőződésük, cáfolatlan meggyőződésük, hogy ő nem követette semmi törvényt. Egyrészt honnan tudják, másrészt kikérdezte meg őket, harmadrészt az volt itt az alapvetés, hogy előzetesen nagyon keményen, vagy félkeményen, félpuhán, hogy így mondjam, visszautasították, emlékez vissza, a szuverénitás hivatal megkeresését, hogy nem vagyunk spionok, és nem fogunk beszámolni nektek az ügyvédek tevékenységéről, hogy ki kivel szemben milyen ügyet vállalt, és ki kit képviselt. Ott határozottan fölépett az ügyvédi kamara, mert a szuverenitását sértette a szuverenitási hivatal. Itt más a helyzet. Itt megvédünk egy tisztségben lévő személyiséget, mert azt mondjuk, hogy ez az ügyvédségbe vetett bizalmat is gyengíti. Utolsó záromondat, mert látom, lejárt a munkaidőnk hogy nem az ingatja meg a közbizalmat, hogy mit vélekednek a köztársasági elnökről, vagy mit vélekednek a, az ügyvédségről. Hogy lehet olyan elnököt választani, aki nem makulátlan? Ez megingatja a közbizalmat. Ez volt a június 9-i kiválasztás előtti utolsó előtti adásunk. Úgy Jövő hét. héten még egy kampányzáró adásunk lesz, és hetek óta ígérgetjük, hogy válaszolunk a nézői kérdésre. Választások után. Választások után mindenképpen sor kerülre. rá. Addig Mi betartjuk az ígéreteinket, lehet, hogy nem azonnal, de néhány hét, néhány hét csúszással. Viszont Olyan vagy, mint egy... az egyszerű menyasszony, Majd hozzád megyek. Olyan vagyok, mint az egyszerű mennyasszony. Magyar Györgynek nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, a kedves nézőknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak és arra kérem önöket, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a napira YouTube csatornájára, találkozunk a következő héten is. Nagyon remélem, hogy, hogy ennél nagyobb izgalmak lesznek, úgyhogy téma az szerintem lesz bőven. biztos vagyok benne, és jövök szeretettel, ha hívnak. Hívni fogjuk. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Minden jót.